Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen, egy teli hold orákel. Itt látható ezen a képen a teli hold. Mit jelent ez számunkra? Oda kellene figyelni valamire. A mai napon arról van szó, hogy legyenek célok, legyünk türelmesek, és higgyünk abban, hogy ezek a célok elérhetőek. Lehet, hogy idő kérdése, de legyen meg ez a hit, ez a bizalom. A mai napon nyílik egy égi kapu a plejádok felé, és ennek is van egy jelentősége, mégpedig olyan irányba kellene tekinteni, ami kellemes számunkra, és ez erősíti a hitünket. Ami még fontos a mai teli holdnál, hogy ez a teli hold Szaturnusz bolygó hatása alatt áll. Szaturnusz bolygó az a sorsuk bolygója. Amikor ő hat, mindig vannak sorsdöntő változások vagy kapcsolatok, utalhat kármikus témákra is, mint például egy ilyen lelki kapcsolatra, hiszen Szaturnusz bolygó őrzi a kármikus témákat. Gyakran tanulnunk kell egy bizonyos helyzetben, de segít abban, hogy itt valami kialakuljon. És most megtekintjük a te jelenlegi helyzetedet. Ezen a képen látható egy lovas férfi, az jelentheti azt, hogy valaki közeledik hozzád. És látható itt a tűz eleme, a lelkesedés, a bátorság, utalhat testi kapcsolatra is. De a kártyáknak van szimbolikus jelentése, és azt is jelentheti, hogy te veszed kezedbe a dolgokat, és így előre mennek az események, mert kimutatod a lelkesedésedet, bátor vagy, és hiszel abban, hogy minden jóra fordul. És látható az is, hogy minden úgy előre megy. Most megtekintjük az ő jelenlegi helyzetét. Itt ezeknél az érméknél anyagiakról van szó, értékekről, ezek lehetnek belső értékek is. Néha utal a munkára. Ha megnézzük ezt a képet, itt bal oldalon láthatóak ezek az érmék. És ő ezeket az érméket nézi. De ez nem az övé, hanem ez másokra utal. Másoknak az anyagi helyzetére, a sikerekre, a munkát illetően, a tehetségre, a tudásra. És ő úgy gondolja, hogy mások jobbak, mint ő, mert összehasonlítja magát másokkal. És itt van egy feladat, erre utalhat Szaturnusz bolygó, itt észre kellene vennie ezt az egy érmét, és az azt jelenti, ez az övé. Ez az ő tudása, tehetsége, vagy az anyagi helyzete azt is jelentheti, hogy megvannak nála a belső értékek, de ő ennek nincs tudatában. És most megtekintjük azt, hogy mi a te gondolatod, mit tervezel. Itt is az érmékről van szó. Tehát ez lehet egy anyagi helyzet, vagy változások a munkát illetően. Itt van a kettes szám, az lehet egy szerződés, vagy két lehetőség is, választanod kell. De az érmék jelentik a belső értékeket is, és az azt mutatja, hogy ez a férfi, vagy ez a szerelem értékes számodra. És a kettes szám, te és ő. Ami még fontos az érméknél, az a föld eleme, és az utal reális dolgokra.
Tehát itt nem álmodozásokról van szó, hanem tettekről. És most megtekintjük azt, hogy mi az ő terve, mi foglalkoztatja őt. Itt is az érem látható. Tehát anyagiakról, értékekről van szó. És nem csak az érem, hanem ez a kincses láda. Az lehet, hogy van egy hölgy a háttérben, vagy a múltjából, aki pénzt akar tőle. Amit ez a kép még jelenthet, hogy te vagy értékes számára. Mert ezek az érmék és ez a kincses láda utal belső értékekre is. És hogyan tovább? Megnézzük a tetteket. Mit kellene neked tenni? Ezt mutatja ez a királynő. Te vagy ez a királynő, és uralkodsz a levegő eleme felett. Az jelzi a könnyűséget és a kommunikációt. Azon kívül jelenthet fontos döntéseket. Lehet, hogy itt van egy munkahelyi döntés, hiszen itt láttuk a lehetőségeket. Azon kívül fontos, hogy beszélj vele, erősítsd őt. Mutasd ki azt, hogy ő mennyire értékes, vagy ez a párkapcsolat értékes számodra, hiszen ő ennek nincs tudatában. Ő ezt nem látja. Ami tőle érkezik, azok itt a kelyhek. És a kelyhek szimbolizálják az érzelmeket. Tehát ő kimutatja az érzelmeit. De közeledj hozzá, hogy meglegyen ez a könnyűség. Amit ez a négyes szám itt jelent, ezek az alapok. Egy stabil párkapcsolat kiépítése. És most megnézzük az érzelmeket, először a te érzelmeidet. Itt látható ámor és ez a szerelmes pár. Te szereted őt, de ő is megjelenik itt a képen, tehát ő is szeret téged. És most megtekintjük az ő érzelmeit. Itt szintén a kelyhekről van szó, ugyanúgy, mint ezen a képen, tehát érzelmekről. De ennél a képnél vannak még félelmek, befolyások, külső befolyások, ami zavarja őt. Lehet, hogy fél valakitől, fél nemet mondani, vagy fél attól, hogy elveszik téged. És most megnézzük azt, hogyan tovább? Mi várható nálad? Ez a ház, óv téged, jelenti az alapokat. Megvan arra a lehetőség, hogy megalapíts valamit. Azon kívül jelzi az otthonodat. Lehet, hogy itt lesznek változások. Vagy meglátogat valaki téged, hiszen itt is megjelenik a lovas férfi, mint ahogy itt is látható. Lehet egy új kapcsolat, vagy azt is jelentheti, hogy a lelki társad jön hozzád. Amíg ez a ház még jelent, a szülői ház, a rokonság, itt is lesznek változások. És most megtekintjük azt, hogy mit fog ő tenni. Itt, ezen a kártyán látható az ostor. Ha az ostor megjelenik a kártyavetésnél, ott mindig fáj valami. Itt vannak viták, veszekedések, kihívások. Ezen is látható volt, hogy fél valamitől vagy valakitől. És a következő kártya, a gólya,
jelenti a változásokat. Változik valami ebben a helyzetben, és felszabadultnak érzi magát, hiszen itt érezhető a levegő eleme, ugyanúgy, ahogy ez a kártya is mutatja, mennyire fontos lenne számára, hogy valamit lezárjon, és végre fellélegezzen. Amit a gólya még jelenthet, esetleg egy kisbaba születését, vagy költözködést. És az lehet, hogy itt lesz köztetek egy közös otthon, és itt látható a szerelem. És én kívánok neked egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Dendera!